250 méteres járdaszakaszt sikerült felújítani Zombán a tavalyi évben nyert pályázatból. A 15 millió forintos állami támogatás mellé az önkormányzatnak 15 os önerőt, azaz még 2,5 millió forintot kellett biztosítani, hogy a pályázatban leírtakat teljesíteni tudják. Ez a, a járdafelújítás tulajdonképpen nem csak egy egyszerű aszfalttal történő bemaszatolás volt, hanem a régi járda felbontásával egy teljesen új alap építésével illetve egy támfal, tehát egy megtámasztással lett elkészítve. Települések fejlesztése című pályázati igényüket idén is beadják, hogy újabb 250 méteres járdaszakaszt építhessenek újjá, és így elérjenek a falu központjába. A következő pályázat beadása folyamatban, hiszen itt július, ha jól tudom, július 10 -e a határidő, éppen tegnap kaptam meg a költségvetését az új járdaszakasznak, hogy az a különbség, hogy az előzőekben 15 millió forint állami támogatás volt, most ezt főlemelték 20 millió forintra. A tám támogatás összegének emelkedése miatt a 15 os önrész is magasabb lesz, de a képviselőtestületi ülés továbbra is támogatja ezt a kezdeményezést. A felújított járdaszakasz munkálatai befejeződtek, mindössze egy hónap alatt végeztek a munkával. Az ünnepélyes átadóra jövő héten kerül sor.